Fedett nyomozó buktatta le Hiszékeny Dezsőt, a 13. kerület volt szocialista alpolgármesterét, ezt írta a Magyar Nemzet. A rendőrtiszt vidéki vállalkozónak adta ki magát, és állítólag 5 millió forintot ígért a politikusnak a budapesti volt Rigoletto Pressoért. Hiszékeny Dezső interjút adott híradónknak, azt mondta, soha senkitől nem kért és nem fogadott el pénzt. A kapun lakat, az ajtón felirat, zárva. Régóta üres az egykori Rigoletto Presso. A Magyar Nemzet írt arról, hogy nemrégiben egy fedett nyomozó vidéki vállalkozónak adta ki magát, és bejelentkezett, hogy bérbe veszi a helyet. A lap szerint a bérleti jogért cserébe 5 millió forint kenőpénzt fizetett volna a kerület volt szocialista alpolgármesterének Hiszékeny Dezsőnek. A politikus, aki most MSZP-s országgyűlési képviselő, híradónknak azt mondta, soha senkitől nem kért és nem fogadott el pénzt. Szerinte az ügyészség tett meg mindent, hogy őt bemártsa. Lehallgatták a mobiltelefonomat, lehallgatták az irodámat, további három helységet lehallgattak, elrendelték a személyi megfigyelésemet, és egy fedett nyomozót is bevetettek. Hiszékeny Dezső úgy emlékszik, többször is találkozott a férfi valaki, szerinte ügyes és felkészült volt, jól játszotta a szerepét. A tárgyalásokról hangfelvétel is készült, erről is a Magyar Nemzet számolt be. Eszerint Hiszékeny Dezső előbb nemet mondott a fedett nyomozó ajánlatára, később azonban bizalmasen keresztül megüzente, 5 millió forintért cserébe hajlandó az üzletre. Hiszékeny Dezső azonban ezt tagadja. Nincs olyan hangfelvétel, ahol én pénzt kérek. És olyan sincs, ahol ő fölajánlja? Olyan van, de olyan, ahol én kérek, olyan nincs. Ő fölajánlja, én pedig visszautasítom. A központi nyomozó főügyészség vádat emelt az ügyben vesztegetés elfogadása miatt. Közleményükben azt írják, idézem, a jogtalan vagyoni előny átadására végül nem került sor, de a törvény szerint a bűncselekmény ettől függetlenül befejezett. Az ügy a fővárosi törvényszékre került, ahol soron kívül tárgyalják. Az ügy beérkezésétől számított 3 hónapon belülre kell kitűzni az ilyen típusú ügyeket. Ennek a követelménynek a bíróság eleget tett. Ha Hiszékeny Dezsőt bűnösnek találják, 2-től 8 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik.